Sziasztok, Marika vagyok. Zöldbaba agyon fog készülni, pulykamáj, rántva és csirke szán. No, ez úgy történt, ez a zöldbab, hogy kertbe leszettem, megpucoltam ezt a végét, ahol kapcsolódik a zöldbab tővel, ezt levágtam. Ezt a hegyes végét, amit van ez a kis guztustalanság rajta, ezt hagytam állítólag egészséges, én ezzel nem foglalkoztam, de mesterszakásnál láttam, hogy ő nem vágja le, mondom, akkor Marika sem. Aztán megpucoltam őket, megmostam, ugye átválogattam szedés után, minden szemetet leszedtem, ugye meg lett mosva, és ja, bár kiválogattam, már voltak benne olyanok, amik már érettebbek voltak, még lehet, hogy így is akad benne, nem számít, és föltettem hideg vízbe főni, és megsóztam a vizet. Na már kezd forrósodni, forrástól egy negyed óráig főzni kell, mert 150 fokon lesz ez sütve a sütőbe, és ezt elő kell főzni mindenképpen, anélkül nem lesz jó. Na, meg se próbáljátok úgy, mert 150 fokon lehet, hogy meg se sülne, mert én egyszer már jártam úgy, meg amúgy a zöldbab akkor egészségesebb, hogyha azért az első víz, ha leöntjük róla. Én azt tapasztaltam, de mondjuk, ha főzeléket főzök belőle, akkor nem szoktam, csak nem szoktam negyed óra, 10 perc, negyed óra forrástól megkóstolgatni, mert állítólag nem olyan jó a gyomornak a valami olyan anyagot bocsát ki, hogy annyira nem jó a gyomornak, egy olyan 10 perc főzés után jó csak. Na mindegy, én ezt nem kísérleteztem, hogy ez tényleg így van-e, de hát ugye okosabbaktól hallottam, úgyhogy én is most úgy csinálom, vagyis hát mindig is úgy csináltam. Közben jönnek fel ilyen kis szemetkék, mert ugye azért az ember nem nézi így körbe egyesével ezt a rengeteg, 2,70 kg deka ez a zöldbab. Egyesével úgy tudjátok így körbe, az 50 vízbe meg nem mosom meg, megmostam 2 vízbe, azt kész. Megfőzzük, aztán mutatom tovább a többit. A pulyka májat megtisztítottam, ez is 70-es, 270 g volt, várjátok, jól mondom, nem, 470 g volt így, 470 g, de inkább még egyszer lemérem, várjátok. Jól mondtam, 470 g volt így, hát olyan fél kiló lehetett, mert ugye leszedtem róla az inakat, meg mit ramik azok, erek. Tudjátok, hogy szép legyen, meg fölvagdaltam így ekkora darabokra, kisebben, nagyobban. Ezt most ugyanúgy fogom megpácolni, mint a múltkori, nem olyan régen raktam föl videót, ott a csirkemájat. Ebbe az erénybe egy pici olajat öntöttem, mindegy milyen olaj, most véletlenül az olívaolaj került a kezembe. Ez 17 g, minden hét ma. 17 g ez a fokhagyma, de mindegy, lehet több is, kevesebb is. Ezt egy kicsit megtöljük, ezt akkor apróra vágjuk. Nem kell ezt, nem kell átnyomni, jó így is. Rányomunk, belevágunk, mert ezt csak így egy kicsit összevagdaljuk. A májon nyugodtan maradhat fokhagyma. Sietek, mert késésben vagyok. Tegnap nem értünk rá, aztán ezt már tegnap ezt a zöldbabot megfőzhettem volna, és akkor ha kihűl, akkor mehetett volna a hűtőbe, és akkor ma nem lenne vele dolgom. Csak nem értem rá, mert ugye csak 24 óra egy nap, most akkor nincs mindenre idő. Na, még az utolsót is megtudom. Na, és akkor ugye a csirke májnál kérdeztétek, miért kell forró tejvát. Én fölforralom a tejet, aztán nem is a fölforralom, csak fölforrósítom. És akkor beledobom a májat, és akkor ugye még ki nem hűl, vagy hát egy ideig,
akkor abba ott pácolódik, végül is pácoljuk a májot. De hát lehet úgy is, hogy langyosra hűtitek a tejet, azt akkor utána bele a máj. A csirkemájnál ott sóztam, de ugye annyit kérdezgettétek, hogy minek kell sózni, minek kell, mondjuk azt lehet, hogy nem, hogy minek kell a forró tej, hát ugye a pácoláshoz kell a tej, aztán, hogy a forró jó-e, azt nem tudom, én mindig úgy csináltam, jó volt. De most a sót elhagyom, mert ott láttam, hogy azt írja az okosság, a Google-in, de ez a recept ilyen volt, úgyhogy eddig jó volt, hogy ne sózzuk, mert megkeményíthet a máj. De szerintem a csirke máj nem keménykedne meg, mert én nekem nem volt egyszer se kemény, de most kipróbálom, most nem sózom, majd pácolás után. No, akkor mutatom. Jöttük közelebb. Itt van benne egy kis olívaolaj, de jó a másik is. Belehúzzuk a fokhagymát, és egy kicsit körbepirítjuk, nem kell nagyon. Meg olaj se kell sok, mert ez el lesz öntve, nem kell pazarolni. Csak éppen, hogy a fokhagyma ne égjen oda egyszerre. Még apróbra is lehet vágni. Jó lesz ez így már, mert már fel is szipte az olajat. Tehát akkor most nem sózzuk. Fölengedem a tejjel. 2 deci volt a tej. De lehet kevesebbet, lehet többet, de inkább ne, mert akkor meg a fokhagyma nem fog benn dominálni. Jó, fölforrósítjuk, elzárjuk. Aztán belerakjuk a májat. Aztán van gombám is, úgyhogy azt is rántok egy párat. Az is megy majd a sütőbe, ezt minden sütőbe fogok most készíteni. 150 fokon, úgyhogy mindenképpen mindent egy kicsit elő kell készíteni. Majd mindent mutatok. Elkezdett forrni a zöldbab, meg ez is, ez zárjuk, félre is húzzuk. És akkor kicsit várok azért, ne legyen ilyen forró. Nem kell annyira forróba dobni a májat. Ja, kicsit megkevergetem, hogy hűljön egy percig se, fél percig. És akkor lehet beledobni a májat. És ahol majd a fokhagymát nem kell róla leszedni, kiszedjük, ami fokhagyma rajtra van, rajtra van. Úgyni, és akkor ez itt mostan úgy jól hűljön ki. Fokhagyma maradjon mindenképpen rajta, az jó ízt ad neki. Ja, aztán majd meg kell böködni. Hát, ha a sütőbe is durrog. Mert én ugye úgy szoktam beemelni az olajba, hogy belebököm a villát. Tehát akkor már meg is bögtem, de én erre föl sem figyeltem, föl sem figyeltem. Aztán ott írjátok, hogy meg kell böködni. Hát én böködtem tudatlanul, vagyis tudat alattin. Hát, csak 2 ilyen nagy brokkolim van. Ezt először, most meleg vizet öntöttem, minél erre bekészüljön. Hát egy ennyi sót rakok, úgyis majd utána meg lesz sózva. Aztán teszek rá a fedőt, és akkor ezt forrástól addig szoktam főzni. Nagyon figyelni kell, így könnyen belemegy itt a kés. Mert ugye, ha túlfőzzük, nem figyelünk, akkor ezek a kis virágok innen le fognak potyogni. És mikor majd megfőtt, akkor ugye kihűl egy kicsit, akkor szoktam széttépni, vagy innen széttépem, és sokkal jobb úgy, mint hogyha most vágnánk szét. Hát próbáljátok ki. A brokkolit elkezdett forni, és ugye van nekem egy ilyen kis szűkésem, ezzel bököm meg, ha már könnyebben belemegy, el is zárom alatta, és leöntöm a vizet róla. Ha nagyon túlfőztétek, egyszer engedjetek rá a hideg vizet, de ha nem, még jó, még nem ment szét teljesen.
hanem ugye a rózsa egybe van, akkor nem kell. De ha azt akarjátok, hogy zöld maradjon panírzás alatt is ez a virág, akkor viszont mindenképpen hűtsétek le hideg vízzel, akkor marad zöld, úgyhogy most én is ezt fogom tenni. Megfőtt a zöldbab, hát teljesen nem készre, de jó állapotban van, majd még rásül, már olyan ehető féle, de olyan roppanos egy kicsit. Két felé vettem, hogy gramra majdnem egyforma, úgyhogy az egyik fele, ha kihűl, akkor megy a fogyasztóba, és akkor majd még egyszer is el tudom használni. Májor közben meggörincültem, már a tetejéről lemegy ugye a tej, nem kell kavárgátni, így is jó. Ugye innen majd ki kell szedni, a fokhagyma marad rajta, azt hagyjátok rajta, és akkor papírtörőre vagy valamire rakjátok, és akkor le kell itatni róla a nedvességet, hogy be lehessen panírozni. A brokkoli is kihűlt, ezt jól be kell sózni, nagyon jól a brokkolit. Két felé vettem, látjátok így. Úgy, hogyha leültitek, akkor szép zöld marad a panír alatt, de hogyha nincs kedvetek, akkor is jó. Akkor is marad, ha zöld, attól függ, milyen a brokkoli, milyen fajta. Jól be kell sózni. Na, itt a csirkeszárny, azt is megmutatom. A csirkeszárnyat ott bevágtam neki, ott, meg ott, és akkor ilyen hosszúkásan lesz a tepsibe. Nem sok, 5 darab csak. Csak 5 darab. Ezt is majd besózom. 4 darab nagyobb gombának a belsejét kiszedtem egy ilyen kis kávéskanállal, ide tettem. Egy tojást ütöttem föl a száráról, itt a, ez ugye kapcsolódik a gombával, ez a földdel, azt levágtam, és akkor összevágom apróra, és akkor ez lesz a töltelék. Lehet hozzá rizst adni, vagy zsemjemorzsát, vagy rizspályhát, hát nem tudom, most vacerálok már val rizsem, az lesz majd még a zöldbab mellé a köret, de jó a burgonya saláta, majd beillesztem a linkjét. Most nem kellett ide papírt rakni, a vizes, aztán 50 milliótól lemostam, és akkor ugye megtapad, de azért rakjatok, hogyha több mindent vágtok. Na, látjátok, egy tojás rakok, ez egy ilyen emes tojásnak a kicsije. Na, és akkor lesz fűszerek, mindenféle, amitek otthon van, ami úgy jó hozzá, nem jó hozzá, de jó, babélevél talán nem, de sose lehet tudni. Múltkor vettem ilyen, mi vannak benne, bájátok, kakukkfű, meg bazsalikom, meg egy csomó minden, ebből is szórunk rá. Só is van, az is ilyen, ezt magam öntöttem bele, ezt kiürítettem, mert kifogyott ugye a bors, színes bors belőle, aztán akkor, majd ha kifogy ez a só, akkor megmutatom, hogyan lehet ezt levenni, ha valakit érdekel. De ez nagyon kemény egy só. Na jó, már ennyi elég van, azt úgy sózom, hogy jaj. A gombát nem sózzuk meg, mert akkor ilyen nedves lesz, csak a tölteléket. És akkor van itt egy darab sajt, ennek felét. Körülbelül le fogom reszelni 110, majd egy tiszta késsel, hát körülbelül felét. Hát egy 56 g-ra sikerült, ezt lereszelem, apró lyukú reszelőn, de lehet nagyon is, várjátok, akkor legyen nagyon, mert ugye nagy az üreg, nem kell tömködni kicsi lyukon, lehet nagy lyukú reszelőn, és akkor
Lehet hozzám oda rizspehely, vagy... vagy pedig rizs. Nekem most van rizsem. Úgyhogy vacellálok, hogy mit rakjak. Majd eldöntöm, majd mondom. Vagyis hát van főtt rizsem, ugye főtt rizsre gondolok. Ha nyers rizs nem lenne jó már. Itt nincs nedvesség, nem paradicsomlébe fog ez készülni, mint a töltött paprika. Ja, hát... én úgy gondolom, egy kis vöröshagymát is rakok hozzá, meg fokhagymát is. Azt is úgy reszelem. Én úgy gondolom, hogy a rizs elég lesz, már látjátok, nem lett olyan igen nedves, úgyhogy nem kell semmi, ami felszívja ezt a nedvességet, ez így jó. Úgyhogy egy evőkanálra való főtt rizst fogok hozzáadni. 60 g. Jó paposan volt az evőkanál. Ez jó lesz így. Jó, és akkor fokhagyma, vöröshagyma reszelem. Hát játok, nagyon kevés, a fokhagymát apró lyukon, a vöröshagymát nagy lyukon reszeltem. Fűszerek vannak benne, úgyhogy más nem is kell. Aztán majd benne spanírozva. Még egy gombát ki kellett beleznem, de ennek a tönkét már nem raktam bele, mert az sok lett volna, így lett tele, az 5 darab. Na, akkor itt a vöröshagyma, fokhagyma, és akkor mindennel megvagyok, ami először szükséges. 10 óra, 1 órán van ahhoz, hogy a tepsibe kerüljön, mert 11-kor be kell rakni, ennek 1 óra kell. Sülés 150 fokon, alsó-felső, előmelegített sütő. Na, tehát mindenféle rakok most, és akkor elkészítjük a pácot. És mikor a tepsiben van a zöldbe bepácolva, akkor fogom a húst, a gombát, a májat, a brokkolit bepanírozni, és akkor rárakom, és mehet a sütőbe. Na akkor mondom, hogy a pác az hogyan fog készülni. Először elmondom, hogy ide mit raktam. Egy pupos teáskanál őrölt paprikát, egy fél teáskanál ételízesítőt, de ezt elhagyható, mert minek, de én szoktam bele rakni, akkor van ilyen fűszerkeverékem, ez bazsalikom, oregano, kakukkfű, mindenféle nyavaja van benn, van színes borsben, és kömény. Na, és még én plusz rakok kakukkfűvet, de van benn kakukkfű is ebbe a fajtába, de az kevés nekem, úgyhogy egy fél kávéskanál kakukkfűvet még rakok. És akkor 6 evőkanál olívaolajat öntök, de én nem méregetem, hogy a kanálra ragadjon. Ez körülbelül 1, 2, 3, 4, 5, 6. Még egy picit adok, mert az inkább jó, ha sok, mint hogyha kevés. Legyen jó olajos, akkor finom. A tepsit, azt zsírozom én, de jó az olaj is. Belehúzom a vöröshagymát és a fokhagymát. És ez édes darált paprika. Ebből rakok egy kettő csapott evőkanálra valót kb. Olyan sós, mint a méreg, úgyhogy a sót kihagyjuk. Csak ami az italizásítő van, annyit adunk. Ez pedig csipős, mint a méreg, ez is sós. Ebből adunk teáskanál ez, hát egy ötöt. Jól összekeverjük, és beleforgatjuk a
zöld magot. Most nem nyúlok bele, de majd bele fogok nyúlni, mikor van a tepsibe rakom. Ha meg tudom keverni annélkül, akkor nem nyukalok bele, mert ugye rengeteg az ember kezén marad. Úgy húzom, mert ugye itt a víz, ne menjen bele ez a kis víz, ami lefolyt a zöldbabról, mert majd ezt az erényt is öblíteni kell. Egy kicsi munka van ám ezzel az étellel, de ez olyan finom, hogy megéri egy kicsit kilórni, a vasárnap délelőtt úgyis főzünk. És akkor egy vasárnap délelőtt ez. Látjátok, hát a zöldbabot megpucoltam, de ha tegnap megfőztem volna, még kevesebb munka lett volna. Csak ahogy mondtam, nem értem rá. Még nem muszáj ennyiféle mindent rántani hozzá, ugye négyfélét rántok, elég egyféle is csirkeszalám, csak már arról van videóm. Ezt most csak azért mutatom meg, mert a májot is 150 fokon fogom sütni, a rántott májot, hogy milyen lesz, én se tudom, úgyhogy ha jó lesz, sikerül, akkor megmutatom nektek is. Csak ennél felejtsük megbökködni, mert tudjátok, írtátok oda a videóm alá, hogy meg kell bökködni. Sikerült jól összekevernem, úgyhogy most beleöntöm ebbe a tepsibe. Vigyázzunk, hogy az üveg ki ne csusszon a kezünkből. Most már cserélem le ezeket az üvegeket, mindenféle ilyen fémekre láttatok az előbb, amiben a zöldbab volt. Már kettőt vettem, meg ilyen műanyagot is vettem, ilyen jobb minőségűt, mert meguntam, hogy ezek maguktól itt csak szétdurvannak. De azért valamihez az kell. Úgyhogy azért van egy-két üvegem. Ú, de guszta, ide nézzetek, micsoda gusztusos. Hát ehhez mondjuk a burgonyasaláta lenne jó még, vagyis az a köret, de ugye azt most nem tudtam készíteni, de van rizsem. Az is jó hozzá. Vasárburgonya annyira nem, de még az is nem menne. Na és a kavára rápakoljuk a hozzávalókat, és sütjük, ezt kiavítjuk egy kis vízzel. Félre rakom, panírzok. A tojáshoz rakok borsot, sót. Nem ilyen szóróból, hanem ilyen jó aprót. És jól fölváljuk, hogy ne legyenek ilyen, hogy mikor így megemeljük, akkor látjátok, ne így szakadozzon, hanem szépen folyjon. A májat, pulykamáj, majdnem csirkemájat mondtam, pulykamájat, de mindegy, lényegtelen, akár csirkemáj is lehetne, jól megsóztam. A gombát nem sózom, a csirkeszárnyat megsóztam. A brokkolit is megsóztam. Na, és akkor kezdem a csirkeszárnyal. Ez fele rétes liszt, de csak szemmértékre fele, fele meg finom liszt, ez pedig panír, ugye zsemja, morzsa, nem panír. Ugye ez meg 6 darab tojás. A szárnyat is jól megsóztam. Villát nem vettünk elő? Ennyi, ennyi. Az a jó, látjátok, amikor a tojás így szépen folyik le róla. Először a csirkeszárnyat, ami nagyobb, azt kell bepanírozni, hogy el tudjam osztani rajta, ugye, mikor esszük, akkor ne az egészet össze kelljen turkálni, de hát aztán nem számítam. Egy helyre megy. Na most ezt beszóljuk. Panírral, vagyis a zsemjamorzsával, és kicsit álljon. Na, így megcsinálom az összest, mindent, májat is, gombát is. És akkor, mikor már ugye kivesszük a zsemjamorzsából,
kicsit lerázzuk, nem kell nagyon visszanyomogatni, rakjuk is rá a zöld babra. Beterítjük, egy kicsit kevés a zsemjemorzsa. Na, nálam lehet, hogy azért nem durrogott a csirkemáj, vagy pulykamáj, mert látjátok, belebököm a villát. Meg még később is bele szoktam dökni. A fokhagymát nem nagyon szedtem le róla, meg sőt, még raktam is rá. Hát aztán mennyi rajt marad, rajt marad. Egyiket kiveszem, a másikat meg beleteszem. Lehet több helyen is megbökni. Sose lehet tudni, hogy tényleg nem-e attól lesz nem durrogós. Hát ez a fokhagyma lehet, hogy le fog róla folyni. De nem számít. A gombát is megcsináltam, de azt nem is mutattam, mert nem volt egyszerű, mert ugye hatalmas gomba, és ugye kicsit meg kellett a liszttel nyomni, hogy ugye ne folyjon lé, és tiszta lisztes lett a kezem, úgyhogy nem is kellene már a borkolni, mert egyszerűen nem fér rá, de valóban ráerőltetem. Úgyhogy a lisztet, a zsemjemorzsát majd utána szitálom. A tojás is egy kicsit sok lett, látjátok, de ha kevesebb lett volna, akkor a gombát nem tudom beleforgatni. A brokkolit ezt így szoktam lefolyatni, hogy így ez a szár rész van lefele. Most bekapcsolom a sütőt, alsó-felső 150 fok, de amíg bemelegszik, mert már csak 10 perc van 11 óráig, addig lehet légkeverésre, hogy 10 perc alatt, melegedjen meg, lehet 180 fok légkeverés, és akkor ugye, amikor berakjuk az ételt, akkor pedig visszavesszük alsó-felső 150 fok, mindenképpen alsó-felső 150 fokon süljön. Na, amíg melegszik a sütő, vagytok, addig, amíg melegszik a sütő, most bekapcsoltam, egy deci étolajat, napraforgó étolaj mindenképpen, ide öntöttem, és ezeket a bepanírozott hús, brokkoli, mindent be kell kenni a tetejét. Nem olyan igen vastagon, de be kell kenni. Ez az olaj legyen elég. Először egy kicsit bekenjük minden együtt, utána majd jobban. A májat most jól megbököttem, kíváncsi vagyok. Minden tudok, hogy jó lesz, csak a májat nem, már többi mindent már készítettem így. Na, egy kicsi olaj maradt, úgy gondolom, hogy jó lesz ez már így, azt rá fogom folyatni, mert ugye ezt már nem lehet felhasználni, még panír is van benne, hát zsemjemorzsa. Úgyhogy rá folyatjuk. Úgyni, megvárom még. Bemelegszik a sütő, és teszem be, és takarítok, mert nem takarít helyettem más. Na, majd jövök az ebéddel. Na, még egyszer visszajöttem. Közben azért egy óra múlva nézzétek meg a húst, hogy átmegye könnyen rajta a kés, hogy megsüljön jól. Ha úgy gondoljátok, hogy minden meg van sülve, azt akartok neki egy kis piros színt adni, akkor rakjátok föl 180 fokra, egy pár percre, egy 10 percre, és akkor egy kicsit bepirosodik, de nem kell forgatni, teljesen fölösleges forgatni. Lehetne végül is, mert most a zöld bab nem szedi le a panírt, csak hogyha a tepsin lenne, de fölösleges, alul is jó az úgy, ahogy van. Én nem, régebben az első alkalom, amikor így készítettem, akkor még megforgattam őket, de akkor mindig leszette a tepsi a panírt, azt akkor később úgy csináltam, hogy körbevontam békennel, és akkor úgy meg lehetett fordítani, de tök fölösleges, jó az így. Így megsül, kész, ehető. Hát ez jó emberes adag, de ugye
Nálunk nincs leves, csak ha jönnek az unokák, a gyerekek, különben nincs leves, mert nekünk ez bőven elég, szeretünk ilyenből sokat enni, úgyhogy ennyit megeszünk. Jó emberes adag. Megkóstoljuk. Papáé. Papa mondja, hogy a zöld bab de jó. Én megmondom neki, a máj de jó. Nagyon finom lett. A gomba is jól néz ki. Savanyúság is nagyon finom. Mert a brokkolit már múltkor kipróbáltam. Nagyon finom lett a máj. Hát mindenképpen, nem, mindenképpen próbáljátok meg így sütőbe. Ugyanígy, ahogy én készítettem. Hát a szárnyat még nem kóstoltam már. Hát szokásos. Biztos, hogy megsült. Legalábbis át tudtam bökni. Szeretjük így, mert jó omlós lesz. Na, fölállítottam ugye 180 fokra olyan 15 percet ment, és akkor így megpirult minden, úgyhogy nagyon finom, készítsétek el, el is búcsúzok tőledek, köszönöm, hogy végignéztétek ezt a videót, ezt is megmutattam, ez is egy különlegesség, de ki akartam próbálni a májat is így sütővel sütve, úgyhogy nem sütünk olajon, olajba, ezután mindig sütővel sütünk ilyeneket is. Írjatok kommentet, legyen szép napotok, köszönöm, hogy végignéztétek ezt a videót is, sziasztok! Jó idvágyat hozzá, ha elkészítenétek.